Köszöntöm nézőinket! A Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Ünnepélyes keretek között adták át februárban a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elismeréseit. A gazdasági önkormányzat elnöksége január 23-ai ülésén hozta meg döntéseit. Az ünnepi küldött gyűlésen szó volt a magyar gazdaság tavalyi eredményeiről és az idei tervekről is. Hiány cél láthatóan tartható, 16,3% volt a beruházások bűvülése, 8% alatt van a munkanélküliség ma Magyarországon, úgyhogy visszatérünk egy egészséges pályára. Vannak bennünk felminősítési várakozások, hogy mikor ismeri el a külföldi világ ezeket a gazdasági eredményeket, amiket Magyarország elért. Leépült az adósságállomány jelentős része, a lakosságnál pontosan látják a sajtóból, meg talán a saját életükben is, hogy mit jelent a devizahitelezésnek a kiszedése a magyar társadalom gondjai közül, de az önkormányzatoknál is végrehajtották a szanálást, azzal együtt, hogy az önkormányzatoknak a mozgásterét szűkítették, tehát a felelőtlen költekezés kockázata az lényegesen kisebbé vált. A tavalyi évet értékelte Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara küldőgyűlésén. Jó évet zártunk, hiszen azokat a folyamatokat tudtuk továbbvinni, amiket korábban elindítottunk, és le is tudtunk zárni néhány olyat, amit szerettünk volna lezárni. A tagságunk érdemben nem változott, a regisztrációs folyamat zajlik, a szakképzés átalakítása zajlik, és egy nagyon nagy lépés volt, hogy tavaly szeptember 1-től a duális képzés az teljes körűen bevezetésre került, elkészült a felsőoktatási koncepció, ami megegyezik a mi elvárásainkkal. A vállalkozás finanszírozásban, Széchenyi kártyában szintén sikereket értünk el, és a körbetartozás visszaszorítása is igazán hatékony volt, hiszen tavaly volt az első év, amikor végig működött a teljesítés igazoló szakértői szerv, ami az építőipari nem fizetéseket szorította nagyon határozottan vissza. Parag László elmondta, rengeteg terv van 2015-re. Leginkább a felsőoktatásnak az átalakításának a továbbvitele, nagyon fontos lenne a felnőtt képzést továbbvinni. Nagy kihívás lesz az iskolarendszer átalakítása a szakképzésben. Készítjük elő az országos szakmai vetélkedőket, amelyeknek a vége az áprilisban lesz, és a külgazdasági tevékenységünket is tovább akarjuk élénkíteni, különösen akkor, ha ez a külső válság megszűnik Ukrajna-Oroszország viszonylatában. A küldött gyűlésen átadták a gazdasági önkormányzat elismeréseit is. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kitüntetési rendje alapján a kamara elnöksége dönt a kamarai díjak kitüntetettjeiről. A kitüntetésekre számos javaslat érkezett a kamarai testületek és tisztségviselők részéről. 88 ilyen szervezeti egység és személy javasolt 44 kitüntetésre érdemes vállalkozót, vagy gazdasági tevékenységgel is kapcsolatban lévő vezetőt. Ez azt jelenti, hogy igenis figyelik egymás munkáját, ami még fontosabb, hogy szeretnének egymástól tanulni, márpedig ehhez az is kell, hogy aki ilyen teljesítmény nyújt, annak a teljesítménye kikerüljön a köztudatba, mert csak úgy tudnak odafigyelni rájuk. És azt hiszem, hogy az elmúlt 5-6 évben egyetlen egy olyan panasz sem hangzott el, ami arról szólna, hogy valaki méltatlanul kapott kamarai kitüntetést. Sőt, azt tapasztaljuk meglepő módon, hogy ha évközben találkozunk a vállalati vezetőkkel és kint a cégüknél, hogy milyen méltó helyen láthatók ezek a kamarai kitüntetések, és igenis büszkék rá. A Baranya gazdaságáért díjat idén Hás József Boly polgármestere kapta meg. Nagyon köszönöm a díjat, és hát nagyon meglepő volt, mert én nem gazdasági szereplőként kaptam ezt a díjat. Boly ipari parkot fejlesztettük mi, ugye 90-es évek óta tudatosan, és most már a 3800 lakású településen 800-an a ipari parkban dolgoznak, és hát ez az ipari park fejlesztése a fő cél. Ez mellett természetesen vannak még más irányok is, hisz ki szeretnénk használni azokat az adottságokat, mondjuk a termálvíz és egy üvegházpark irányába akarunk elmenni, és hát nagyon sok egyéb olyan projektünk van, amivel szeretnénk a térség gazdaságát, a munkanélküli elség megszüntetését
támogatni, illetve megoldani. A kamara életműdíját Hirt Ferenc, a Kontakt Elektro Kft. Ügyvezetője vehette át. Egy ilyen életműdíj, ugye elgondolkodtatja az embert, elgondolkozunk ilyenkor, hogy mikor kap az ember ilyen díjat. Hát ez, meg kell, hogy állapítsam, ez már egy bizonyos korra jár együtt, és arra is kell gondolni ilyenkor, hogy kik a társaim, de vannak olyan elődjeim, mint a Kleisz József úr, a Matrónak az alapító tulajdonosa, vagy Komlón is az Attila, ugye, aki szintén nagyon sok mindent letett az asztalra már az elmúlt néhány éve. Most a Ratipúra gondolok, ugye. Aztán vannak olyanok, mint a Gulácsi úr, aki most nemrég kapott szintén egy nagyon komoly életműkitüntetést, a Pécsi Tükedíjat kapta meg. Én úgy érzem, egy ilyen csapatban jó érzés tartozni. Ez egy nagyon szép csapat, akik mögött hát nagyon komoly teljesítmények vannak. És én örülök, hogy ebben a csapatban most már tartozom. Ugye megadták itt a múltat az idén, illetve a jövőre. Mik a tervek? Hát ugye a két fiam most már benne van a cégben, tehát ők viszik tovább a pontosabb programokat. Építkezünk, hamarosan átadjuk az új üzemcsarnokunkat, van a fejlesztéseink, fejlesztjük a mérnökgárdát, rengeteg teendőnk van, hál' Istennek. Az Angster József díj kitüntetettje Kleisz Zoltán, a Matro Kft. Ügyvezetője lett. Örömmel tölt el, úgy gondolom, hogy ez a díj egy igazolása annak, hogy az elmúlt 20 évben bejárt utunkban többnyire jó irányban gondolkodtunk. Nem személyes díjnak tekintem, hanem a csapatom díjának tekintem ezt. Ez nem egy személyes érdem, ez egy komoly, hosszú, sok éves munkának az eredménye, egy pont tulajdonképpen. Mit vár a jövőben? Jelenlegi információink szerint a mi jövőképünk pozitív, további fejlesztések vannak tervbe, további projektek vannak, úgyhogy úgy látjuk, hogy a következő években ezt a viszonylag dinamikus fejlődést fent tudjuk tartani. Mennyire motiválja az embert egy ilyen díj? Úgy gondolom, hogy jó leső érzés, nem ez a fő motivációnk az ilyen díjazás igazából, hanem megyünk a saját utunkon. Az év fiatal üzletembere díjat Márc Éva, a Jókai Cukrászda szakmai vezetője kapta meg. Meglepő volt számomra ez a díj, remélem, hogy szakmai sikerekkel sikerült elérnem, és örülök neki, hogy ez a közösséghez tartozhatom. Motiválhat ez esetleg a jövőben? Mindenképpen. Kollégáidra hogy tudod átragasztani ezt a lelkesedést? Hát ma biztos mindenkinek jó lesz a napja, és remélem, hogy nekik is lelkesítőként foghatni. Mik a tervek az idénre? Mert ugye tudjuk, hogy a múlt éved az jól sikerült, de az idénre mit terveztek? Szeretnénk szakmainak fejlődni, és ha lehetőség van rá, akkor bővülni is. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége január 23-ai ülésen hozta meg a döntéseit a kitüntetettek személyéről. Elektronikusan kell beadni januártól a környezetvédelmi adatokat. A kormányrendelet december 30-án jelent meg, és januártól érvényes. Az érintett cégeknek pedig február 28-áig kell teljesíteniük kötelezettségüket. Ezért tartottak szakmai fórumot az Iparkamarában, ahol a kitöltés buktatóira hívták fel a figyelmet február utolsó hetében. Januártól változott a környezetvédelmi adatszolgáltatás rendje. Az érintett vállalkozásoknak már nem papír alapú, hanem elektronikus adatszolgáltatást kell adniuk tevékenységükről. Az egész tavalyi évnek a hulladékforgalmát jelenti ez, a veszélyes hulladékokat, a kommunális és termelési hulladékadatokat jelenti ez az adatszolgáltatás. Ezt most egy az egybe elektronikus formába, elektronikus felületen jelölve kell megtenni, levegőtisztaságvédelem vonatkozásában pedig levegős szinten pedig ugyanúgy elemlap vonatkozásában, amit kitöltöttünk évtizedeken keresztül, ezt most egy az egybe elektronikus felületen kell megtenni és beoltani. A törvényi változás miatt szerveztek fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Általában a vállalkozások, főleg a mikro egyéni vállalkozók, még a kisvállalkozások is, de gyakorlatilag a nagy vállalkozások is nem nagyon igazodnak el ebbe a környezetvédelmi jogszabály halmazba, amit folyamatosan termelődik, folyamatosan átalakul, folyamatosan módosítják, és ez sajnos azt a gondot vetette fel, hogy december 30-án jelent meg ez a jogszabály, és január 1-től élt. És most a tavalyi évi bevallásokat idén február 28-ig már csak így lehet megtenni, illetve március 31-ig a levegős adatszolgáltatásokat csak így lehet megtenni. Tehát minden átmenet nélkül
volt ez a nagy váltás, tehát ezért is nagyon nagy furcsaság ez a számukra. De a kamara érreállt, és hát szervezett egy ilyen konferenciát, hogy ezzel is próbálja segíteni a vállalkozásokat, hiszen a kamarának az egyik lényeges eleme ez, hogy mindenbe segítsük a tagtársakat, illetve az összes vállalkozást. A szakember azt mondja, a kormányrendelet hatályba lépésével új időszak kezdődött a területen dolgozó cégek életében. Ez egy új korszak a környezetvédelem adatszolgáltatása terén, és főleg a kis és középvállalkozások, meg a mikrovállalkozások számára ez egy komoly kihívás, hiszen kormányablakon keresztül elektronikusan be kell jelentkezni, regisztrálni kell az embernek magát, és az összes szakmai anyagot át kell transformálni egy elektronikus felületre, és azon keresztül történik majd most már január 1-től kezdődően a kötelező február 28-ai hulladékos adatszolgáltatás és a március 31-i levegőtisztaság védelmi adatszolgáltatás. Na, ennek a részleteiről és tapasztalatairól esik majd most szó a zöld hatóság illetékes kollégáival egyetemben. Tapasztalatokat tudunk már mondani, mert amellett, hogy a kamara vezető szakértője vagy a környezetvédelem szakértője, én az Ökotrade környezetvédelmi és vízgazdálkodási Kft.-nek vagyok az ügyvezetője, és mi számtalan ilyen munkát végeztünk ebbe az elmúlt hetekbe, és megállapítottuk azt, hogy nagyon féltünk mi is, mint szakemberek, ettől a kihívástól, de hetek tanulságai alapján megalapítottuk, hogy ha begyakorolja az ember magát, és ezt az egész felületet jól megismeri, és ennek a mikéntjét megérti, akkor gyorsítja a munkánkat, exaktá teszi a munkánkat. Tehát én úgy érzem, hogy ez az egész új változás, amit egy kormányrendelet írt elő, előrevívő dolgot jelent, és a jövőt illetően sokkal jobban meggyorsítja majd ezt a bődöletes munkát, ami mindig január-februárban a cégeket érintette, és sokkal egyszerűbbé válik, csak ezt be kell gyakorolni és meg kell érteni, hogy lehet a szakmát valahogy elektronikus formába tálalni. Bartos Sándor elmondta még, hogy akadnak olyan főleg mikrovállalkozások, ahol egyetlen számítógép sincs. Ez jelenthet nehézségeket ezeknek a cégeknek az adatszolgáltatás teljesítésében. Az angol királyi családnak is dolgozik az az erdélyi cég, amelynek képviselői Pécsre látogattak februárban. A területen alakult textilipari klaszter cégei érkeztek a Baranyai megyeszékhelyre, hogy ismerkedjenek a helyi vállalkozásokkal. Ezen kívül, hogy üzleti együttműködést alakítsanak ki itteni partnerekkel. Erdélyi cégek mutatkoztak be februárban Pécsett. A Transzilvánia Textil és Fashion Cluster tagjai érkeztek Baranyába. Köztük volt Gaspor Éva cége is. Ők az angol királyi családnak is dolgoznak. Károly herceg erdélyi házában ez a vállalkozás készíti a lakástextil termékeket. Az a Lámpatakán van egy háza, amelyet a Kalnoki család, a Gróf család, nem tudom, adminisztrál rendezi. És mi a Kalnoki Group, Kalnoki Annával már rég kapcsolatban vagyunk, mivel megkeresett, hogy dolgozunk nekünk, és ezenáltal kerültünk oda, hogy felkeresett, és akkor jött, hogy készítsünk. De hát lakástextíliát meg, amire szükség van nekünk, de természetesen az ő irányítása alatt. Tehát ő hozza az anyagot, elmondja az elképzelést, megnézi, felügyeli úgymond a munkaalatot, és akkor úgy, tehát erre büszkék vagyunk. Igen, ez azért önöknek egy nagyon jó reklám lehetőség, és ennek érzik a hasznát, érzik az előnyét? Kimondottan úgy nem, de erre mi magunk büszkék vagyunk, tehát, hogy ezt a vállalkozás keretén belül ezt mi tudjuk csinálni, és a Kalnoki család meg van ezzel elégedve. És mondom, úgy volt, hogy a Kalnoki Anna is velünk tart, mivel Annának van egy szövődéje, ahol egyedi termékeket, hát a grófnél, Kalnoki Anna grófnél, ahol egyedi termékeket készít, egyedi
megtervezi, elkészíti, és akkor beszeretnénk venni a csapatunkba. De sajnos nem tudott velünk jönni utolsó pillanatban, valami közbejött, és nem tudott velünk jönni, de reméljük következő alkalommal eljön. Beszéljünk egy picit a mai találkozóról, eseményről. Önök milyen szándékkal érkeztek, csak bemutatkozni, vagy valami kapcsolatban is gondolkoznak? Mi a cél? Tehát én nagyon remélem, hogy a mai nap egy kiinduló pont lesz egy hosszantartó és eredményes együttműködésnek. A klaszter vezetője azt mondja, nyitni kell a nemzetközi partnerek felé. A vállalkozásoknak egyénileg ez nehezen megy. Ezért kell összefogniuk, mint például a textil klaszterba tömörült cégeknek. Nagyon fontos az, hogy egy klaszteren belül kialakítani egy belső kommunikációt, viszont klaszter lehetőséget biztosít arra is, hogy nemzetközi kapcsolatokat, nemzetközi projekteket tudjon előkészíteni. És ez a mai találkozó, és éppen ezért nagyon fontos. Kell tudni azt, hogy Kovászna megyének, tehát Háromszéknek testvérmegyei kapcsolata van Baranya megyével, tehát a testvérvárosokból több olyan jó modellt vettünk át, amit lehet alkalmazni, lehet adaptálni Romániában, megyékben elsősorban, vagy Erdélyben, vagy Romániában, és erre a romániai partnereink nyitottak, sőt felkértek arra, hogy román klasztereknek magyarországi partnerségeket, partnerkapcsolatokat alakítsunk ki közösen. Kikkel érkeztek, milyen vállalkozások vannak most itt önöktől? Tudom, hogy a textil a fő profil most. Miért éppen ez? A textilipari klaszterünk egy pályázatot nyert, és most egy futóprojektről van szó, és ez lehetőséget nyitott arra, hogy a klaszter tagjait elhozni ide, és itt a kreatív klaszter képviselőivel tudjanak találkozni, és együtt is képzeljék el, hogy mi lesz a jövő. Ez a meghívás viszonozva lesz, és az itteni a kreatív klaszter képviselői is majd el fognak látogatni Sepsenyőre, és el lehet képzelni a közös jövőt. Hány céget képviselnek most itt? Hát most 14 cég képviselő van jelen, és lesz egy találkozó kamara képviselőivel, velük is már nagyon rég a kapcsolatunk, viszont a textil klaszter képviselői még nem voltak a Baranya megyei kereskedelmi és iparkamaránál, tehát ez is egy nagyon jó dolog. Nagyon fontos az is, hogyha Magyarország és Románia kapcsolatáról beszélünk, akkor Románia egy óriási piac. Lehet, hogy a magyar tudást át kell vinni oda, viszont ott partnereket kell neveljünk. Tehát a bizalom a legfontosabb. Tehát, hogyha fenntartások vannak, a harcok vannak, ha ilyen bizonygatás van, hogy ki a jobb, akkor az nem visz sehova, hanem az a fontos, hogy együttműködő partnereket tudjunk együtt kialakítani. A cégek az itteni kreatívipari klaszter tagjaival ismerkedtek, valamint tájékoztatót hallottak a baranyai üzleti lehetőségekről. Üzemlátogatáson jártak a gépésszel verseny résztvevői február végén. Az iparkamara idén már 5. alkalommal rendezi meg a versenyt a gépipari szakmák iránt érdeklődő általános iskolásoknak. Idén 150 gyerek vesz részt a megmérettetésen. Általános iskolások látogattak el a Matró üzemébe. Ők a gépésszel versenyindulói. Olyan gyerekek, akik később gépipari szakmát szeretnének tanulni. Gépforgácsoló szeretnék lenni, tehát azon belül is esztergályos. Hát... Miért? Valami családi például? Hát apukám, vagy apukám apukája köszörűs volt. Hát... másik papám pedig lakatos, úgyhogy innét. Először is azért szeretnék ennek tovább tanulni, ugye gépészmérnök szeretnék lenni, és azért is, mert egyébként is nagyon érdekel engem ez a gépészeti, és ugye jól is keres, és már gyerekkoromban is eléggé otthon voltam ezekben a gépészeti dolgokban. A gyerekeket a felkészítő tanárok kísérték el. Melvárosi általános iskolából jöttünk egy csapattal, de mi már
többen éve jövünk erre a versenyre, és nagyon hasznosnak tartom személy szerint ezt a vetélkedőt a diákok számára, ugyanis a kamara szervezésében ezekkel a hiányszakmokkal és gépipari szakmákkal nagyon behatóan tudnak megismerkedni. Ezek az üzemlátogatások igen hasznosak a gyerekek számára, főleg azért is, mert ezt követően egy üzemlátogatási naplót kell készíteniük, és ezen össze tudják gyűjteni az itt szerzett tapasztalataikat, és ezt majd később tudják hasznosítani a pályaválasztás, aztán majd a pályáik során. Én úgy látom, hogy azok a gyerekek, akik ezen a versenyen vesznek részt, azok főleg szakma iránt érdeklődnek, tehát elsősorban szakmát tanulnak, és azt követően vállalkoznak érettségire vagy felsőbb iskolai tanulmányokra. Az üzem már évek óta fogad tanulókat. Szakmunkások képzésével már évek óta foglalkozunk, és most már jó néhány éve részt veszünk ebben a gépésszel versenyben is. Segítünk bemutatni a szakmát az a fiataloknak, hogy könnyebben tudjanak döntést hozni a jövőjükkel kapcsolatban. Elmondjuk a szakma nehézségeit, esetleg buktatóit is, arra is felhívjuk a figyelmet, hogy milyen követelmények vannak, hogy a technika fejlődésével folyamatosan szükséges az ő további tanulásuk is, tehát amikor elvégezték az iskolát, onnantól kezdve nem nincs megállás, hanem folyamatosan tovább kell fejlődjenek, tanuljanak és készüljenek. És természetesen bemutatjuk azokat az alapanyagokat, azokat a szerszámokat, amikkel mi dolgozunk, azok, amik itt nálunk megtalálhatóak. Bemutatjuk a berendezéseinket, eszközeinket, gépeinket, azokat az eljárásokat, nyilván röviden, de érthetően, amikkel el tudjuk érni azt, hogy az alapanyagok, illetve a szerszámok, stb. Úgy viselkedjenek, ahogy mi szeretnénk. Az üzemvezető azt mondja, bár hiány van a jó szakemberekből, de javul a helyzet. A 90-es években sajnos küldöttük szakember hiányjal rendesen, volt olyan év, hogy a megyében 5-6-7 gyerek végzett, nyilván most az nem mind nálunk csapódik le, tehát egyet-kettőt tudtunk belőlük alkalmazni. Most az utóbbi években ez a munka, amit a kamara is elvégez, hogy a sajtón keresztül megjelenik az újságban, próbálnak egy kis hírverést csinálni ezeknek a dolgoknak. Talán egy picit a szakmák kezdik visszanyerni a becsületüket országos szinten is, és most már azt tapasztaljuk, hogy azért a szakiskolába, illetve a szakközépiskolába is többen vannak, többen jelentkeznek, és hát ez a program is egyébként, amin most részt veszünk, ez is ebben próbál segíteni, hogy a fiatalok megismerjék a szakmát, és itt nálunk tudjanak akár későbbiek során tanulók lenni, hiszen mi azért is foglalkozunk ezzel, hogy a szakember hiány, ami régen volt, és most már hál' Istennek ez elég jó csökkenőben van, ez még tovább csökkenjen, és biztosítva legyen a számunkra is az a szakember mennyiség vagy szükséglet, ami hát időről időre a különböző okok miatt kell, mert hogy vannak még terveink, tehát szeretnénk bővíteni, szeretnénk még újabb beruházásokat is csinálni, nyilván ehhez végrehajtani, ehhez szükséges lesz még több újabb szakember, meg hát az idők során azért csak-csak kell pótoljuk azokat, akik valamilyen oknál fogva kiesnek innen a rendszerből, és nyilván azok élvezik a legnagyobb előnyt, akik ide mi hozzánk be tudnak kerülni, tehát bekerülnek az iskolába egy évre, ott, hogyha egy jó tanulmány eredmény sikerül elérniük, akkor a második évtől kezdve kikerülhetnek vagy ide mi hozzánk, vagy a Haunihoz. Én azt gondolom, hogy ez a két cég a most jelenleg, aki ebben a szakmacsoportban a legjobban próbál mozogni és tevékenykedni. Hát büszkén mondhatom, hogy tavaly benn voltunk az iskolában a vizsgák után, és megnéztük a vizsgadarabokat, illetve a vizsgamunkákat, amiket csináltak a diákok, és valóban úgy van, hogy a Hauninál és a nálunk végzett diákok csinálták a legszebb, legjobb minőségű alkatrészeket, úgyhogy a munkánk nem volt hiába való. Itt nálunk ugye egy főállású szakoktató foglalkozik a srácokkal. Nincs úgy külön tanműhelyünk, csak egy ilyen pici rész, ahol ugye az elméleti részeket tudják megbeszélni. A tanműhely gyakorlatilag az egész műhely. Tehát minden berendezésre, minden eszközre, minden gépre engedjük, hogy dolgozzanak, nyilván először egy szakmunkás felügyeletével, vagy hát van olyan, amit végig, de csinálhatják, ott lehetnek, és
És vannak olyanok, nem is egy, hát nagyon sok példát tudunk mondani, akik elvégezték itt nálunk a gyakorlati részt, nyilván az iskolában az elméleti, tehát elvégezték ezt a sulit, és utána itt nálunk tudnak dolgozni, van már akiből azóta gépbeállító lett, van már akiből műszakvezető helyettes lett, nyilván az évek elmúltával. A gép ésszel már ötödik alkalommal indult Baranyában az iparkamara szervezésében. Idén 150 diák vesz részt a versenyen Pécs 7, valamint a megye 17 településének iskoláiból. Az első fordulóban elméleti tudásukról adtak számot. Ezután következett az üzemlátogatás, amiről naplót kell írniuk a gyerekeknek a verseny részeként. A legjobb 10 csapat március 27-én a döntőben méri össze tudását. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!